Tavaly több mint 11 ezren éltek az egyszerűsített adóbevallás lehetőségével, idén február 15-éig van erre lehetőség. Eddig az időpontig választhatják a magánszemélyek ezt a lehetőséget, aminek a lényege, hogy a 1553-eny nyilatkozatot kell kitölteni, amely alapján az adóhatóság elkészíti részére a bevallásot, amelyet május 2-áig postázza részére. Ilyenkor az adózónak nincs más feladata, mint összehasonlítja a bevallási ajánlaton szereplő adatokat a rendelkezésére álló adatokkal, és hogyha mindent rendben talál, vissza se kell küldeni, ezzel teljesítette a bevallási kötelezettségét. Ezzel a lehetőséggel azok a magánszemélyek élhetnek, akiknek kizárólag egy munkahelyről származik az összes tavalyi évre vonatkozó jövedelme. Választhatják még például azok a magánszemélyek is, akik valamilyen adóalap adókedvezményt érvényesítenek, például családi kedvezményt, súlyos fogyatékossági kedvezményt, vagy pedig rendelkeznek adójukról, nyugdíj előtakarékossági, önkéntes kölcsönös pénztári számlára. Útmutató nyújt segítséget a dokumentum helyes kitöltéséhez. A határidőhöz közeledve a NAV meghosszabbított ügyfélfogadási idővel várta az adózókat. Közeledik ugye a február 15-i határidő, hogy még meghosszabbítjuk ezt a nyitvatartási időt, és aki akar, akkor ezt a délelőttöt is kihasználhatja arra, hogy tájékozódjon a bevallási kötelezettségeit érintően. A statisztikák alapján egyre többen választják az egyszerűsített adóbevallást. A nyílt napot többen kihasználták, a hozzá nem értő adózóknak ez nagy segítséget jelentett. Nagyon jó, mert hát én egyáltalán nem értek hozzá, és nagyon tünemény volt a kis hölgy, mindent elmagyarázott, segített, úgyhogy igen, aranyos volt. A NAV egyébként a bevallási időszakban több nyílt napot is fog még tartani.